Szeretettel köszöntelek. Helyezkedj el egy kényelmes ülő pozícióba, amennyire lehet, a gerincoszlop legyen egyenes. És gondolatban pásztázz végig a testet. Bizonyosodj meg róla, csupán annyi izommunka van a testben, amennyi az ülő pozíció fenntartásához szükséges. Vállakat lazítsd el. Figyeld meg a szem, a száj, az orrkörnyéki izmokat. Ezeket észrevétlenül is meg szoktuk feszíteni. Ha így találod, akkor tudatosan lazítsd el őket. És ahogy megtaláltad az itt és most minden szempontból a legmegfelelőbb pozíció, figyelmedet irányítsd a légzésedre. És figyeld meg annak folyamatosságát. Figyeld meg annak ritmikusságát. És tudatosítsd, hogy milyen csodálatos, ahogy a légzés magától történik benned. Azt mondod, hogy lélegzem, pedig valójában a légzés, az egy olyan dolog, amely történik veled. Akkor is lélegzel, hogyha odafigyelsz rá, és akkor is, hogyha nem. És most figyeld meg a légzés minden egyes apró pici jellemzőjét. Figyeld meg a belégzés hosszát. És figyeld meg a kilégzésnek a hosszát. Figyeld meg a belélegzett levegő hőmérsékletét. És figyeld meg a kilélegzett levegőnek a hőmérsékletét. Figyeld meg a szünetet, ami a kilégzés után és a következő belégzés előtt van. És figyeld meg a mellkas, a has hullámmozgását. Majd pedig ezt a figyelmet, amit eddig a légzésednek ajándékoztál, irányítsd a mai napodra. Egészen onnantól kezdve, hogy ma reggel kinyíltak a szemeid. És úgy tekint végig ezt a mai napot, hogy minden egyes esemény, minden egyes pillanat, ami eszedbe jut, hálával legyen átítatva. Légy hálás, hogy reggel kinyertek a szemeid, hogy kikeltél az ágyból, és ahogy pörgeted a képeket, egyiket a másik után, ölelsz görbe azokat a hála érzésével. Tudatosítsd, hogy mennyi mindent kaptál a mai napon. Tapasztalásokat. Kapcsolódtál emberekkel, beszélgettél. Táplálékot fogadtál magadban. Figyelj csak meg, hogy mennyi lehetőséged van tapasztalni, tanulni és fejlődni ebben az életben. Tekints így a mai napod minden egyes pillanatára. És engedd meg, hogy felébredjen a hála érzése minden egyes személy iránt, akivel a mai napon valamilyen kapcsolatba kerültél. Akármi is történt, akármit is tett vagy mondott, legyen ez akár egy olyan dolog, amelyet jónak minősít az elméd,
akár egy olyan, amelyet rossznak minősít az elmény. Engedd meg, hogy hálával járd át a helyzetet, és hálával tekints erre az emberre. Bármit is kaptál tőle, akár tetszen, akár nem, tudd, hogy hozzájárult a fejlődésedhez. És emlékeztes magad arra, hogyha a mai napon valaki megbántott, vagy felidegesített, vagy bármilyen más, rossznak minősített érzést váltott ki belőled, valójában olyan ő, mint egy útjelző tábla. Rámutatott valamire, amit még meg kell tanulnod. Fel kell oldanod, el kell engedned. Nem tudott volna megérkezni a külvilágodba, anélkül, hogy annak az energiája ne lenne ott benned. Lehet, hogy nem vagy rá tudatos. Lehet, hogy nem tetszik, akár nem is érted. De tudatosítsd azt, hogy mindaz, ami a külvilágban megnyilvánul, az a belső világodnak egyfajta kivetítése. Eképpen mindenből tanulhatsz, és mindent a hasznodra várhatsz. Tekints hát hálával minden egyes személyre, aki a mai napon segített számodra, hogy tapasztalj és fejlődj. Legyen az akár csak egy rövid interakció, egy boltban, egy eladó, legyen az akár egy fontos személy az életedben, akár a kollégád, egy ügyfeled, vagy épp a főnököd. Tudatosítsd, hogy mindannyian ennek a nagyszabású színdarabnak a részesei, amelynek te vagy a főszereplője és a rendezője is. Eképpen tekints a mai napon használt tárgyakra is. Figyeld meg, hogy mennyi mindent érintettél a mai napon. Használtál, bekapcsoltad, működtetted, valamilyen problémát oldottál meg vele, valamilyen célt értél el vele. Ha csak az ágyra gondolsz, amiben reggel felébredtél. A bútorok az otthonodban. A ruházatod, az eszközök, amiket használsz. Gondolj csak bele, hogy hány embernek a hozzájárulása az, hogy egy-egy ilyen tárgyat használni tudhass. Ezt valaki egyszer kitalálta, megtervezte, aztán legyártották, becsomagolták, elszállították, kipakolták, eljutott a polcra, ahonnan levetted, hazavitted, és használod. Több száz, akár több ezer embernek a hozzájárulása is lehet az, hogy akár egy ágyban tudjál feküdni, egy tányérból tudjál étkezni, vagy épp felszállj egy buszra, vagy beülj az autódba. Csak érezd bele abba több száz, több ezer emberbe, akinek a hozzájárulása volt az, hogy ezt a mai napot így meg tudtad élni. Engednek, hogy felébredjen a hálaérzése a szívedben. Minden ételért és italért, amit a mai nap elfogyasztottál. Érezd a hálát az ízlelés képességéért. Nincs oda fantasztikus dolog ízeket érzékelni, ugyebár?
és fejezd ki a háládat minden egyes állatnak és növénynek, akik az életüket vagy a hozzájárulásukat adták az ételedhez. Csak úgy, mint azoknak az embereknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az ételeidet el tudtad ma fogyasztani. Majd pedig figyelmedet és háládat fordítsd a tested felé. Itt van az emberi test, amelyet otthonodként ismersz ebben az életben. Figyeld csak meg, hogy milyen csodálatos lehetőséged van általa. Mennyi mindenre vagy képes jönni, menni, járni, enni, érinteni, beszélni, kifejezni gondolatokat, cselekedni, döntést hozni, munkát végezni, pénzt keresni, kapcsolódni másokkal, szeretetet adni és kapni. Engedd hát meg, hogy felébredjen a hálaérzése a tested iránt, lábaid, karjaid iránt, a törzsed iránt, a nyakad, a fejed iránt, az izmok, a sejtek, az idegvégződések, az idegek maguk, a csontok, az ízületek, és meg annyi más ebben a fizikai testben mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy te egy teljes emberi életet tudj élni. Engedd meg, hogy hálával tekints mindenre, ahelyett, hogy természetesnek vennéd, és árazd el a testedet tetőtől talpig hálával. Fürdőztesd meg a sejtecskéket, a zsigereket, minden egyes testrészedet a hálával. Köszönöm, hogy vagy tüdőm, bőröm, szívem, lábam, kezem, orrom. Köszönlek. Hálás vagyok neked. És itt rendszered szerint kifejezheted háládat szellemi vezetődnek, lelki segítőidnek, őrangyalodnak éppen, minden olyan lénynek, akik a fizikai világon túlról is tudnak segíteni neked. És hogyha folytatod még az estédre, akkor kívánom, hogy teljen ilyen hálával teli szívvel az este további része. Ha pedig készen állsz a lefekvéshez, akkor akár választhatsz a következő lejátszási listából egy videót, amelyet alvás közben érdemes hallgatni, hiszen ilyenkor a tudatalattiba könnyedén be lehet juttatni olyan pozitív megerősítéseket, amelyeket az életünkben kamatoztatni tudunk. További szép estét, vagy jó éjszakát kívánok neked!